December 29-én az Óbudai Korinti Akvinkum Hotelben rendez exkluzív ökölvívó eseményt a Profibox Promotion. A program egyenlőre még nem végleges, de a tervek szerint négy magyar bajnoki címmérkőzést is láthatnak a nézők. Micskó Sándor és Hafner Ferenc középsúlyban visszavágózik, Mizei György és Nagy István a könnyű súlyú, Vajda Gyula és Vári Gergő a váltósúlyú magyar bajnoki címért küzdhet. Illetve az est folyamán Petrányi Zoltán is ringbe lép nehézsúlyú címvédő mérkőzésen, Balog Tibor ellen óriási örömmel tölt el, hogy ismét itt az Zaknikum Hotelban tudunk boxrendezőt szervezni. Az időpontra hamosan közeledik, ugyanis ha jó számolom, 45 nap múlva, december 29-én lesz a gála. Négy darab Magyarországon egy címérkőzést tervezünk. Ezen felül lesznek ilyen felhozó mérkőzések, talán még egy négyes torna is. Hát a, a program az kicsikét még variálódni fog, de úgy képzelem, hogy mindenképp ki lesznek szolgálva a nézők maximálisan. És hát én már uh, itt, ahogy körülnézek, én már nagyon lázba vagyok. Ugyan a ring, ring nincs itt, minden más itt van. Berendeztük, hogy pontosan tudjuk, hány ülőhely lesz, hány vacsorás ülőhely lesz, hány uh, olcsóbb ülőhely lesz. Ugyanis, ugyanis uh, ezen a negyedik rendezvényünkön fogunk árulni olcsóbb vacsora nélküli ülőhelyeket is. Én nagyon remélem, hogy, hogy e, tudok olyan érdekes programot összehozni, hogy tehát az előtt fogunk boxolni. A jelenlegi terv alapján a négy darab magyar magyar címérkőzés úgy áll össze, középsúlyban boxol Micskó Sanyi Hafner egy visszavágót. Ugye azt tudjuk, hogy ők óriási meccset boxoltak Németországban, ennek ezt most a visszavágója, e, úgy emlékszem, akkor is, igen, akkor is középsúlyban magyar, magyar magyar címér boxoltak. Vátosúban boxol Magyar Magyar címérkőzést Vajda Gyula és Várigergő. Gergő. Gondolkoznom kell. Ja igen, igen, az egyik nagyon érdekes mérkőzés, ami van még, az a könnyűsúlyú Magyar Magyar, magyar címérközés Nagy István és Mizsei Gyuri között. A tervek alapján korábban még Máté Ádámról volt szó, de aztán lemondta a mérkőzést, így, így jött képbe Mizsei Gyuri. És hát a negyedik mérkőzés, nehézsúlyban jó magam boxolok Balogh Tibi ellen. Jelenleg ő az első a magyar ranglistán és még itt, itt, azon gondolkodom, hogy nem akarom túl hosszúra nyújtani a programot, lehet, hogy a négy meséből csak három lesz meg, mert vannak egyéb terveink is, és ha hát valóban csak három magyar itt rendezünk meg, akkor berakok négyes tornát itt a cirkáló és nehéz súlyt vegyítve, itt már tárgyaltam a felekkel, tehát megvan már a négy plusz kettő tartalék versenyző, mert a négyes tornára az eddigi négyes, nyolcas tornáink mindig jól sikerültek. Én úgy képzelem, hogy, hogy hogy a, a és a négyes tonna filmével óriási nagy lesz. Az előszilveszteri boxgálla komoly mérföldkő a profi box Promotion életében, hiszen a rendezvényt a Fix.tv élőben közvetíti Perutek János és dr. Csötönyi Sándor szakértő kommentálásával. Sikerült megállapodni a Fix TV-vel az élő közvetítésben. Kaptunk egy órát, ami azt jelenti, hogy kettő, jó esetben három mérkőzés is beleférhet. Este 8 órától december 29-én a Fix TV-vel leszünk láthatóak. És még örömhír ebben, hogy a Fix TV december 1-től upc is csomagban lesz benne, tehát óriási nagy lefedettsége lesz az országon belül. És hát minden egyes gál előtt tele vagyok izgalommal, szervezkedem. Most még nagyon messze vagyunk, de hogy összeraktuk, már érzem a feelinget egyébként és hát amikor egy élő adásról van szó, itt, itt mindent precízebben, mindent pontosan kell előkészítenünk, ezért is kezdtünk foglalkozni már itt vele más hónappal előtt, tehát itt a berendezés már, már áll. Persze holnap ezt lebontják, úgyhogy össze kell rakni még egyszer, de, de már itt látom magam előtt, hogy ülnek a székeken a, az öltönyös vendégeink, ahogy vacsoráznak, ahogy szurkolnak, ahogy remélhetően nekem is gratulálnak, azt majd meglátjuk. Úgyhogy én már itt vagyok, benne vagyok, majd tegnap is itt körülnéztem leültem és beléltem magam. Tehát már nagyon várom az időpontot. Én boxoltam már élőben, de sosem a saját rendezvényen. Az, hogy most egy-egy gálára elkerültem, az egy másik kérdés volt. Itt, hogy most saját rendezvényen boxolhatok élőben televízióban, ez nekem óriási nagy lépés. Én nem tudom, hogy a srácok, fiatalok ezt hogy élik át. Ugye hát, itt rajtadok keresztül minden gáránkról készültek felvételek, mindenhol készültek riportok, tehát a feelinget azt a srácok már átérezhették. Én nem tudom, hogy érzik -e a különbséget, hogy, hogy ez most felvételről lesz ladva, vagy pedig, vagy pedig élőben megy le. De úgy, úgy gondolom, hogy ön, akik itt ön, porondra lépnek, azok már megszokták a kamerát, őket ez nem fogja zavarni.